Itt vagyunk a Tiszavasvári Kabai János általános iskola udvarán, és a gyerekek már izgatottan várják, és itt van egy gyönyörű szép kutyus. Nagy szeretettel köszöntöm a Miskolci Fidélia. Mi is pontosan a nevetek? Fidela, gazdi. Fidela, mondom még, Fidela. A Fidela egyébként onnan jött, hogy szerettem volna valami olyan nevet, ami abszolút egyedülálló, nem tudja senki, hogy mi ez, és valami a kutyával közös. És a kutya milyen állat? Hűséges, ugye az ember legjobb barátja. És a hűséges szót jelenti eszperantó nyelven a Fidela, úgyhogy így jött a név. És akkor most Szandi, mit fogtok itt, bocsánat, Alexandra, mert hivatalos a beszélgetés, mit láthatnak a gyerekek, hiszen különféle eszközöket, kutyusokat hoztatok ide? Fogunk tartani egy engedelmes bemutatót, ezt mind zenére fogjuk megcsinálni, az engedelmes rész mellett lesz majd ügyességi, meg mindenféle trükköket is fogunk mutatni, meg hát egy pici oktatást is belecsempészek ebbe a történetbe, hogy mégis hogyan közelítünk meg egy kutyát, hogy lehet megsimogatni, mit nem szabad csinálni, hogyha látok egy vadidegen kutyát. Úgyhogy bízom benne, hogy tetszeni fog nekik. Általában ilyen újongva és tapsolva szokták ezt végignézni. Úgyhogy egy picikét ilyen kedvcsináló lesz ez a mai program. És akkor bízom benne, hogy a későbbiekben tudunk majd egy kicsit komolyabb hangvételű előadást is tartani a gyerekeknek, ahol valóban arról tudunk beszélni, hogy milyen a felelős kutyatartás. Hát így, ahogy látom, ez sem az első ilyen jellegű előadásotok. Hogyan fogadják a gyerekek mindezt, és egyáltalán milyen hatással van a gyerekekre egy ilyen bemutató? Mindig el vannak ámulva, nagyon szeretik, és hát nem tudom mennyire hallani a háttérben, hogy már maga a kutyáknak a látványa is egy öröm nekik igazából. Nagyon szeretik. Nagyon nagy tapsal szokták fogadni. Volt olyan gyerkőc, aki megsimogatta a kutyát, és mondta a barátjának, hogy soha többé nem mosok kezet most már, mert annyira tetszett neki, hogy megsimogathatta a kutyákat. Hát majd meglátjuk, mert itt azért azt mondták, hogy itt jó 400 gyerek van, úgyhogy nem biztos, hogy a kutyasimogatás bele fog férni, de ha egy következő alkalommal egy kisebb csoporthoz jövünk, akkor valószínűleg erre is sort fogunk keríteni. Egy ilyen program hozzá segít ahhoz, hogy a gyerekek kutyabarátok legyenek, és átérezzék ennek felelősségét? Valahol igen. Én úgy gondolom, hogy el tudnak rajta ők is gondolkozni, mert pont azért jó, hogy ilyen sokféle kutyával vagyunk, kicsik, nagyok, és hát hogyha itt megnézitek, majd azért van közöttük három harci kutyának mondó Staffordshire Terrier is, akik meg abszolút gyerekbarátak, kutyabarátak, mindenféle engedelmes dolgot csinálnak, trükköket. Tehát nem csak egy harci kutya lehet a harci kutya, hanem tényleg engedelmességre lehet őket nevelni. Köszönöm szépen, nem rabollak el, hiszen már úgy látom, hogy izgatottan várnak a gyerekek. Mit szoktak ilyenkor kívánni? Jó szórakozást!